A fajszi székhelyű Pata Művek 30 évvel ezelőtt a család egykori garázsából indult. Az azóta eltelt 30 év során folyamatosan fejlődtek, így mára már több mint 26 ezer négyzetméteren zajlik a munka. A cég a Suzuki egyik legnagyobb hazai ellátója lett, minőségi munkájával többször is kiérdemelte az év beszállítója címet. Alkalmazottaik száma mára már meghaladja a 100 főt. A pénteki ünnepségen a pódiumra lépett a cég alapítójának, Pata Józsefnek unokái, akik történeteket meséltek a Kft. Indulásáról. Majd őket édesanyjuk, dr. Pata Ildikó követte, akik édesapjuk mellett a cég másik ügyvezetője. Pata Ildikó beszédében kiemelte, az évfordulókon túl 4 év fejlesztését is ünneplik. A cég 3 fővel kezdte meg a munkát, azóta viszont már 22 hegesztőgéppel és 4 robottal dolgoznak. Az alkatrészeik ott vannak minden Suzuki-ban, melyet hazánkban szereltek össze. Ezen kívül létrehoztak egy közhasznú alapítványt is, amely a tehetséges fajszi gyerekeket támogatja. A rendezvényen Zsigó Róbert államtitkár is köszöntőt mondott, kiemelve a fajszi cég sikerek mögött ott van a bátorság, hiszen akkor is fejlesztettek, mikor más vállalatok lemondtak erről. Az elmúlt évek az önök számára kemény munkával tettek, az elért eredmények viszont igazolják, hogy érdemes volt összefogni, küzdeni, igazolják azt is, hogy egy kis településen elinduló és működő családi vállalkozás olyan sikeres lehet, hogy a nemzetgazdaságnak valóban szüksége van rá. A rendezvényen Krisztián Róbert a Magyar Suzuki képviseletében is köszöntötte az ünneplőket, és éltette a céget, a családot. Különösen fontos számunkra, és úgy gondolom, hogy egy fontos esemény, hiszen azt hiszem, egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan beszállítónk van, aki a kezdetektől velünk van, és még mindig beszállítója a Magyar Suzuki Zrt-nek, hiszen tudjuk, szoktuk mondani, hogy 25 év az még egy házasságban is egy tisztességes időszak. A gyerekek produkciói és a dolgozói elismerések kiosztását követően Berta Zsolt polgármester fajsz községért kitüntető címet adott át dr. Pata Ildikónak.